Sziasztok, Tomi vagyok! Én pedig Tomi. Ez pedig itt újra a TBT. The Bar Team. Alapvetően, mint láttátok, új helyszínen vagyunk. Mégpedig azért, mert a hajrokkal egy tálkán vagyunk egy pár napig, de úgy gondoltuk, hogy... A GPS koordinátákat pedig lent meg fogjuk adni. Beszűkölködtünk egy ilyen helyre. Most itt nincs hely. De nekem nagyon tetszik. Nagyon? Talán alkohol. Nem látjátok. Sok szörp. Na de, hoztunk nektek egy új boxot. Mert hogy ilyen boxunk még egyszer se volt, és arra gondoltunk, hogy mivel nagyon sok gamer van Magyarországon, látjuk ezt Playteken, és egyébként is. Megkockáztad az országot? Hát, úgy gondoltuk, hogy nyissunk egy... Loot Gaming-et. Béza! Ez a doboz maga a Loot Crate egyik fajtája. Tehát ez egy Loot Gaming, ebben csak játékos cuccok vannak már, mint amiket PC-n, Xbox-on, egyik konzolokon lehet játszani. Annyit tudok, én arra emlékszem, hogy volt benne Rocket League, volt benne Destiny, és még volt benne valami, de fogalmas is, majd úgyis úgy közben jön. Így van. Viszont a Rocket League-et én például nagyon imádom. Destiny, ezt hogy játszod a Tamás? Nem tudtam, de fekszik. Tamás mond, a snitzert elhoztuk. Anélkül sehova sem megyünk. TBT. Így van. Amikor kinyitjuk a boxot, ezt fogjátok látni. Kifogásni. Jó. Mi? Ezt én egyből megmondom, hogy micsoda, mert iszonyat nagy Rocket League fan vagyok, és ez brutál király. Ez a Rocket League labdája. És ennyi. Távirányítós autókkal kell focizni. Autóverseny, foci, két kedvencem. Összerakjuk. Fel lehet menni a falra, lehet nitrózni, repülni, repülve gólt lőni, mindenfajta trükköt lehet benne csinálni, és ez szerintem egy nagyon király játék. Van PC-s, konzolra? Most ne felejtsük, és lehet szidni a... Másikat, meg a rokonait. Tehát hasonlít egy kicsit a FIFA-hoz. Igen. Te is elférsz? Jó, nyomjál. Ez valószínűleg exkluzív dolog lesz. Mert hogy rá van írva, hogy Loot Gaming nekem nagyon tetszik. Egy póló, egy sört, egy t-shirtot kaptunk, méghozzá Destiny-set. Fel tudok kelni. Nem kell. Oly, de jó, és fel tudsz állni. És is fáj? Nem, én maradok, jó? Csak hogy megalázva érezzem magamat. Egy Destiny-sörtöt kaptunk. És saját márkás. Loot Gaming. Félig, mert ez Bungie. LS Bungie. Nem mindenki fogja megmondani, hogy ez egy Destiny-s póló, hanem de jól néz ki. Igen. A pin. Így, és jó. Tudom, megvan. Megvan, nem. Ő tudja, hogy közben eszembe jutott. Mindenki boldog, ő eszembe tudja. Jutott, mi a téma? Road Rage. Egy Loot Gaming-es pin, amin egy kerék van. Egy Road Rage. Egy Road Rage-es Loot Gaming pin. Nekem tetszik. Nekem az tetszik. Első olyan pin, amit tetsz. Újjúj. Második. Melyik volt az első? Az avataros. Igen, a világítós, igen. Hát én itt látok egy hatalmas Mario Kart logót, és egy kereket. Nem áll! Nem mondod komolyan! Ezt nem hiszem el! Nem tudom, hogy miért a jó szó magyarul, de ez az nincs erre szó. Ez gyakorlatilag az a dolog, amit kiraksz a szélvédődre, hogy ne forjon fel az autód. És Mario Kartos. Kevés olyan játék van, ami annyira fel tud idegesíteni, mint az a rohadt Mario Kart, amikor a cél előtt kapok egy villámot, vagy kilőnek, vagy banán, vagy áll. Jó, hát figyelj. Nagyon imádom. Azért valljuk be, hogy jó az a játék. Nagyon Mario Kart az a kezdetektől fogva nagyon-nagyon király játék, és a Nintendo most még belehúzott egy Mario Kart 8 Deluxe-szal, Nintendo Switch-re például, és szerintem ebből az alkalomból kapjuk most ezt. Mario Kart Made by Just Funky. Ez a tok. A kerék a tok. És cipzáras tokban van? Nem, az csak egy sima. Nem nyílik. Egyszerű Mario Kartos. Erre nem lesz elég hely. Azt a mindenit! Most tökéletes. Tomi, totál tudod tartani. Most nem akarom sok helyt tartani, mert fáj a kezem. Tehát középen Mario, aj, de elfelejtettem a nevét. Ez gáz. És a zöld Mario. Két dolog miatt tetszik. Egyrészt, mert ez nagyon ötletes. Ez amúgy megint is egy hatalmas reklám. Másrészt, ezt nem a gyerekeknek szánták azért, mert azért nem biztos, hogy vezet. De azért egy gyerek jobban örül, hogyha az édesapja kocsiján ez van rajta. Ez is igaz, de nagyon tetszik. Ezt a szemetod olyan szépen, amire... Én nem tudom. Loot Gaming, én belét szerettem.
Már most. Már most. Két dolog van a boxban, és én ezt kihúzom. Ez egy PlayStation Official License Product, méghozzá a Twisted Metal játék. Őrült autókkal kell egymást lövöldözni szomaszét. Őrült volt a másik oldalon, és amint be fogtok halni, nem tudom mennyire látszik, de ez egy Ice Cream Scooper. Tomi? Ice Cream? Hagyjad már! Lángoló! Ezt! Fogydalt kanál! Ez! Azt a rohadt! Hát a végét, a végét! Na jó, na jó! Ice Cream, You Scream, We All Scream! Mindenki, nagyon nagy! Mindenki! Van benne anyag, és ez nagyon tetszik, hogy nem egy ilyen gagyi... Nem egy műanyag szart. Nem műanyag... Bocsánat, nem, a szart, azt kivágom. Ennél jobban ezt a játékot el sem lehetne adni, szerintem. De nem? Minden felirását erre a játékra fog gondolni minden egyes gombolosznál. Ebben nincs kártya? Nem, ebben füzet van. Ez gyanús nekem. Ez egy Rocket League poszter? Óvatosan. Remélem eltéped. Ti most nem tudom mit láttok. Oh! Ezen a Dominus GTA látszódik. Teljes életnagyságban. Teljes életnagyságban a Dominus GT. Rajta van, hogy mit is kaptunk. Ez mi? Azt a Rocket League-ben kaphatsz emiatt egy zászlót, amit felrakhatsz a kocsidra. Egy free, loot crate-es zászlót. De ez érdekes, hogy nem írják le pontosan, hogy hogyan fogjuk megkapni ezt a zászlót. Ez azért fura. Azért remélem megkapjuk. Ez tuti átalakítani. Ez tuti. És kész a doboz. Ez nagyon király. Szóval ezt a dobozt kisorsoljuk egy szerencsés nyertesnek, aki szétlájkol minket, megoszt, és minden csinál. És megpödli a bajszát. Írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek ezt a boxot, bármilyen úton, módon, ahogy akarjátok, úgyhogy akarom, kell, szeretném, csak az enyém, mindenhogy írhatod. Csak írd meg, és a kommentelők között, a Facebook kommentelők között kisorsoljuk majd ezt a boxot, amit el is küldünk majd nektek. A Sunshade, a jó kis napellenző, az 3500 vesztegetik jelen pillanatban. A plusz labdánk. 2005. A kanál. Ice Cream. Még egyszer elmondod. 3000, nem? Ez is 3000 forint. Amúgy érdekes, hogy egy ilyen kanál 3000 forint. Az összes többi dobozunknál a bólókat nem szoktuk megtalálni, hogy milyen mennek. Valahogy a loot crate-esek azok mindig kikerülnek a piacra. Mert ennyire menő oda. Ennyire menő, igen. És ez 3500 forint minimum. Tehát ahogy jellemeznénk ezt a dobozt, egyedi, ötletes, viszont árérték arányban ilyen átlagosnak mondhatjuk. Pont, megfelel. Igen, következő Loot Gamingben lesz LOL, és lesz még egyéb finomság, például a Brutal Legend, ami a Jack Black által készült ilyen rockos, horroros játék, és lesz még egy csomó minden. Én Tomi voltam. Én pedig Tomi. Sziasztok. Sziasztok. Istenem. Nem tudtunk volna kisebb hely. Na jó van. Nem tudtuk volna kisebb eljönni. Köszi. Majd te kanalazod. Egyszer megnyomod, letöröm a karatot. Box team.